Sziasztok! Igéretemhez híven ezúttal három Horáciusz verselemzésével készültem nektek. Ha még nem láttátok volna, érdemes megnézni a Verselemzés 101 című videót, hiszen abban foglalom össze, hogy milyen szempontokat érdemes alkalmazni verselemzéskor. Illetve szintén hasznos lehet megnézni, ami a figyfene, az a Lira Jén című videót is. Hangsúlyozom, hogy itt most nem részletes sorról sorra történő versemzések lesznek, hanem inkább csak szempontokat adok, illetve ha már órán vettétek ezeket a, a verseket, akkor egyfajta összefoglaló felkészülésként lehet hasznos ez a videó. Ahogy a minden műelemzésnél el szoktam mondani, itt is elmondom, hogy akkor van értelme ezt a videót végignézned, hogyha ismered a verseknek a szövegét, olvastad már őket legalább egyszer-kétszer, Mind a három vers benne van a 9. szöveggyűjteményben, de a videó leírásába is be fogom rakni mind a hármat. Remélem, hogy be fog férni, de szerintem be fog. Nos, de kezdjünk is bele a három vers elemzésébe, itt a Taliarkuszhoz, a Licinius Murénához, illetve a Leukonoinak című Horáciusi Kármenekről lesz szó. Az előző Horáciusz című videóban beszélek arról röviden, hogy az óda, a kármen, a dal, ez a műfai katyvasz, ez hogy van Horáciusz esetében. Ezt nem fogom most újra részletesen elmondani, maradjunk annyiban, hogy én kármeneknek hívom ezeket a verseket, de találkozhattak a Horáciuszi óda kifejezéssel is, de egyébként a műfajokat tekintve ezek a versek leginkább a dalhoz állnak közel. Na nézzük is a legelső verset, a Taliarkuszhoz címűt. Hogyha láttátok már a, a verselemzéstől szóló összefoglaló videót, akkor tudhatjátok, hogy én alapvetően három kérdés köré szoktam felépíteni a verselemzést, úgy gondolom, sőt minden műelemzés lebontható erre a három kérdésre, hogy ki beszél, mit mond és hogyan mondja. Ha az első kérdést nézzük, hogy ki beszél, akkor végignézve ezen a három Horáciuszi i Kármenen, azt látjuk, hogy ezeknek a verseknek a lírajénje nagyon hasonló. Mind a három versben egy ilyen higgat, visszafogott euh, lírajén beszél, aki tulajdonképpen, hát ma úgy mondanánk, hogy életvezetési tanácsokat ad, intelmeket fogalmaz meg. Azért népszerűek ezek a Horáciuszi versek, és valószínűleg ezért is volt olyan nagy utóéletük, mert azok a tanulságok, életigasságok, amikben ezek, amik ezekben a versekben vannak, ezek nem különösebben komplexek. Tulajdonképpen ezek fajék egyszerűségű életbölcsességek, és úgy vannak megfogalmazva, hogy, hogy egy hétköznapi ember, aki nem különösebben járatos az irodalomban, de mondjuk így szokott gondolkodni az élet dolgain, az nagyon magáinak érezheti őket. Ezeket mind általában nagyon egyszerű képeken keresztül mondja el ezeket az életvezetési tanácsokat, és pont az egyszerűségüknél fogva, ezek nagyon jól tovább gondolhatók mindenki számára. Tehát annak ellenére, hogy meglehetősen régen, ugye több mint 2000 éve íródtak ezek a a szövegek, nem egy különösebben nagy ördöglakat elemezni őket, és ami igazán a szépségük, hogy a szépségük pont ebben az egyszerűségben rejlik. És egyébként az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy azért latinó szabatosabbak ezek a szövegek, tehát a latin eredeti az, az, még sűrűbb, még tömerebb, mint a magyar fordítások. Egyébként azért a magyar fordítások is jó, félrejétés ne essék, sőt, ezek nagyon, nagyon igényes, nagyon szépen megírt szövegek, de azért óhatatlanul mások, mint a latin eredeti, hiszen a latin nyelv is nagyon más, mint a magyar. Na de kezdjünk is bele az első Kármennak a rövid értelmezésébe, elemzésébe, ez a Taliarkuszhoz című. Az a két szám egyébként a cím mögött, ezzel nem feltétlenül kell foglalkozni, azok kedvéért írtam oda, akik mondjuk a, egy horácius összkiadásban szeretnék ezt megtalálni, vagy rá akarnak googlizni, és mondjuk nem a tartalmi jegyzék alapján keresik. Ugye a Római Egyes az azt jelenti, hogy az első kötet, még korábban elmondtam, hogy négy kötetben jelentek meg horáciusnak a Kármenei, összesen 103 darab, és ez azt jelenti, hogy az első kötetben ez a kilencedik szöveg. És uh, ahogyan itt a kép is, képen is uh, látszik, a nyitó képe a versnek egy hegy, konkrétan a, a Szorakte hegy, ezen a képen egyébként az igazi Szorakte hegy van, ez egy létező hegy, ez egy nem túl magas, kb. 700 méter magas hegy, ami, ami Rómából is látszik, a római dombokról is látszik, és ennek a versnek a képével indít Horáciusz, de úgy, hogy tulajdonképpen egy Ákályosz versnek az átirata az első néhány sora a versnek, és a formája is Ákályoszi strófa, tehát Ákályosz költészetét, az ókori görög költő költészetét idézi meg ezzel a verssel, azzal bocsátkozik tulajdonképpen egyfajta párbeszédbe, és az Ákályosz vers nyitó sorára reflektál a további öm, strófákkal, verszakokkal. És ha megnézitek ezt a verset, bocsánat, itt most picit sokat fogok kattingatni, hogy időnként belenézzek az eredetibe, tehát ha ránéztek a vers szövegére, akkor már itt is láthatjátok azt a logikát, ami majd aztán csokonainál fog nagyon visszajönni, azt a logikát, hogy egy leírással indít a vers, egy tulajdonképpen teljesen hétköznapi dolognak, ez esetben egy téli hegynek a leírásával indít, és ezt követi majd a tanító rész. Ugye ez az, ami majd Csokonainál piktúra és szentencia néven fog megjelenni. Tehát ez egy nagyon-nagyon sokat művelt vers szerkezet, hogy valami konkrét látványból kiindulva a, a én, aztán valamiféle gondolati tartalmat fogalmaz meg. Ebben a versben az első két verszakban jelenik meg ez a nyitókép, és ebben az első két verszakban tulajdonképpen egy ellentétekre épülő leírást látunk. Egyfelől látszik a távolban a téli szoraktehegy, ami hideg, fagyos, egy kinti táj, és ezzel van szembe állítva a belső szoba, egy szoba benne, taliarkusszal és a és a, egy egyszerű hétköznapi belső szobával. Nagyon más a hangulata a két helyszínnek. Ez a téli hegy, ez nem ilyen, nem ilyen kedélyesen téli hegy, ahogyan mondjuk a karácsonyi filmekben ábrázolják a természetet, hanem ez kifejezetten egy ilyen rideg, azt lehet mondani, egy fenyegetően fagyos, tulajdonképpen halott téli táj, amivel szembe van állítva a meleg... Ö, Intim, belsőséges, barátságos szoba. Ez a, ez a hőérzetek szintjén is megjelenik. Tehát a hideggel szemben áll a meleg, a színek szintjén is megjelenik ez az ellentét. A fehér hóval, a kinti fehér hóval áll szemben a, a benti színes, sárgás, vöröses tűz. Az ember nélküli természettel áll szemben a szoba intimitása benne a bort töltő taliárkusszal, a megszólítottal, és a, a fagyott folyó, a téli fagy ellentéte, a bent a szobában folyó bor. Tehát, hogy egy ilyen nagyon jól felépített ellentéteken keresztül megmutatkozó leírás vezeti föl magát a versnek a filozófiai mondani valóját, azt a kvázi intelmet, ami a harmadik, negyedik is. Hát tulajdonképpen a vers további részében, nem csak a harmadik, negyedik, hanem a vers további részében fogalmazódik meg, ami jelesül nagyjából úgy foglalható össze, itt ki is írtam egy idézetet, hogy a többit bízd rá, bízd az egekre. És itt ki is fejti kicsit részletesebben a szöveg, hogy, hogy sem a múltal nem érdemes, akár a sanyarú múltal sem érdemes már sokat foglalkozni, nem érdemes azon sokat gyötrődni. Erre utal az a strófa, hogy ha legyőték a tengerkavarú vihart, megint feláll a karcsú ciprus, és nem csikorognak a fák a kertben. Ugye ezt lehet úgy értelmezni, hogy, a, hogy az élet sors csapásaiból, a múlt csapásaiból is föl lehet állni, és utána úgy folytatja a szöveg, hogy ne bánda holnap mit hoz, akármire ébreszt a sors, vett tiszta haszonnak. Tehát ezt úgy lehet értelmezni, vagy talán úgy érdemes értelmezni, hogy sem a múlttal, sem a jövővel nem érdemes túl sokat foglalkozni, mert ezek, ezek megfoghatatlanak. Ugye az egyik az már nincs, a másik az miért nincs, M még nincs, bocsánat, az egyetlen dolog, ami adott, az a jelen. Éppen ezért a jelenből kell megpróbálni kihozni a legtöbbet, és azt kell élvezni, amit az itt és most ad. És pont azt mondja Horáciusz, hogy egy teljesen hétköznapi életben is egy csomó örömöt ad az itt és a most, egy csomó örömöt ad a jelen, ott van a szerelem, ott vannak a barátságok, ott a tánc, itt konkrétan említi a, a versenyt, és egy csomó olyan dolog van az életben, amit igenis lehet és érdemes is élvezni, ahelyett, hogy azon agyalnánk, hogy mi volt, vagy azon görcsölnénk, hogy mi lesz természetesen ezt nagyon sokszor könnyen mondani, mint csinálni, de ettől függetlenül ezek a mai napig szerintem nagyon is érvényes üzenetek, ha úgy tetszik, vagy életvezetési tanácsok. Na hát nagyon töményen, tömören ennyit el az első versről, és gyorsan suhanjunk is tovább a másodikhoz, ami a Licinius Murénához című vers, Carmen, oda Dal, ha úgy tetszik, lehet választani, hogy melyik néven nevezitek. Ez a második kötet tizedik verse, hogyan láthatjátok, és itt is egy nagyon erős nyitóképpel indul a szöveg, és megjelenik az egyik legrégibb toposz ebőr, az pedig a hajó. Tehát nagyon-nagyon régen jelen van a művészetben a hajó, mint metafora, a hajó, mint kép. Általában két ö, szinten szokott ez előjönni. Egyrészt az emberi életet, szokták úgy ábrázolni, mint egy hajót. Másrészt nagyon sokszor megjelenik a művészetben az állam hajója, mint toposz. Természetesen a kettő össze is függ, és tulajdonképpen ebben a versben is lehet mind a két szinten értelmezni ezt a, ezt a hajó toposzt, hiszen ahogyan a hajót is a folyton változó vizen nagyon különböző körülmények között kell Előre vezetni. Ugye vannak napok, amikor egyáltalán nem fúj a szél, máskor meg olyan vihar van, hogy be kell húzni a vitorlát, mert különben szétszakadna. Az élet is ilyen, és egy állam is ilyen, hogy a körülmények folyamatosan változnak, és, és bizony nagyon erős kézzel kell fogni azt a kormányt, és nagyon tudatosan kell látni a célt ahhoz, hogy az ember haladjon előre. Tehát ehhez a nagyon-nagyon régi toposzhoz nyúl vissza Horáciusz. És itt, mint mondtam, a nyitókép az a, az a hajónak a képe. Ugye azt mondja az első verszakban, hogy az sem jó, hogyha az ember a nyílt tengeren megy bele a viharba, és túl veszélyes vizekre megy, hiszen nagyon könnyen összezúszhatja a vihar, de az sem jó, hogyha túl közel megy a partokhoz, mert akkor meg nagyon könnyen zátonyra futhat. Tehát, hogy ezzel a hajó metaforával, ezzel a hajó toposszal érzékelteti azt a mondani valót, ami a versnek a magja, hogy az a jó, hogyha az ember tartózkodik a végletektől. Ugye itt úgy fogalmazza meg, hogy akinek a szívében, akinek szívében arany közép tart azt nem nyomorítja rozzant putri szennye, nem nyomorítja bántó udvari pompa. Ebből is láthatjátok, hogy itt, már, itt is a vers két ellentét jelenik meg. Ugye az egyik a nyílt tenger versus partmenti sziklák, a másik a putri versus udvari pompa ellentéte, és ezeken az ellentéteken keresztül fogalmazza meg a tulajdonképpeni ami nem más, mint hogy akkor lehet jó az élet. Úgy érdemes boldogulni, hogyha az ember tartózkodik a végletektől. Tehát, hogy mindig megtalálja a végletek közötti középutat, amit ugye Horáciusz Aurea Mediokritásznak nevez ebben a versében. Ezt magyarul arany középutként, vagy arany középszerként szoktuk fordítani, és több allegórián keresztül fejt ki ebben a versben, hogy, hogy, miért érdemes mindig megtalálni a középutat. És az egyik legközpontibb metafora a versben, és egyben a legnagyobb emberi hiba is, ez szerint a vers szerint, az a kevésség. Úgy szól ez a strófa, hogy égverő fenyvek sudarát sűrűbben ráz a förgeteg, recsegő robalja a dől a nagy torony, a hegyek legormát sújtja a villám. ezt nagyjából úgy lehetne hétköznapi nyelvre lefordítani, hogy a legkevélyebb embereket eh, tiporja meg olykor leginkább a, az élet, és hogy minél, minél magasabban van az ember, annál nagyobbat tud zuhanni aztán. És eh, az utolsó két verszakban aztán kicsit jobban kifejti ezt az Aurea Mediocritas, amit egyébként már az előző Horácius videóban is mondtam, hogy szok, nagyon sokszor félreértelmezik. Tehát nagyon sokszor értelmezik úgy, időnként direkt egyébként, ezt az arany középutat, hogy hát akkor ilyen mindenki húzza meg magát, mindenki fogja be a száját, mindenki sodródjon az áral, Igyekezzen nem bajba kerülni, lapítson, súlyin, és akkor majd minden jó lesz. Itt nem erről van szó. Tehát a az, pontosan az utolsó két versszak fejtik ebben a versben azt, hogy az aranyközépút az nem valamiféle passzív sodródás, hogy nem csinálok semmit, aztán majd lesz valahogy. Éppen ellenkezőleg, ahhoz, hogy az ember mindig megtalálja az aranyközéputat, ahhoz nagyon-nagyon is aktívan, mert úgy mondanánk, hogy nagyon agilisan, vagy nagyon adaptívan kell mozogni a világban, nagyon gyorsan kell alkalmazkodni a változó körülményekhez, és ez az, ami előre visz. Tehát sem a merev ellenállás, sem a kevésség, sem a autópályán forgalommal szembe menés nem visz előre, sem a passzivitás, a sodródás, hanem a kettő között kell mindig megtalálni azt az arany középutat, amivel az ember boldogulni tud. Hát, nagyon leegyszerűsítve talán így lehetne elemezni ezt a verset. Annyit még érdemes tudni egyébként a keletkezés történetéről, hogy ez a Licinius Muréna nevű személy, ez egy létező személy volt, egy római férfi, akinek nem igazán sikerült megfogadnia a neki írott tanácsokat, ugyanis belekeveredett egy augusztus elleni összeesküvésbe, menekülnie kellett, és tulajdonképpen menekülés közben halt meg tehát itt nem ért olyan nagyon hatékonyan célba az üzenet, de természetesen, amikor Horáciusz megírta ezt a verset, akkor nagy valószínűséggel ő sem csak Licinus Morinának, hanem, hanem, mindenkinek is írta ezt a verset. És azt hiszem, hogy ez is egy olyan, olyan eszme, ez az Aurea a amit, amit újra és újra magáénak érezhet az ember, és újra és újra tovább tudja gondolni, hogy mit is jelent az ő életében ez a bizonyos arany középút. A harmadik vers, amiről beszélek röviden, az egyrészt abban tér el az eddigiekről, től, hogy a megszólítottja egy nő. Ez a Leukonójának című vers, tehát ennek a megszólítottja egy nő. A másik különbség, hogy az eddigieknél, tehát a másik két versnél egy jóval tömörebb, rövidebb, tömörebb és egy sokkal feszesebb szövegről van szó. Az egész pár sor, itt nincs is benne ilyen leíró fölvezetés, hanem tulajdonképpen rögtön a dolgok közepébe vágva, magával az intelemmel kezdi a szöveget. Horácius ugye úgy indul, hogy kedves, csak ne kutasd, tudni tilos, hogy nekem és neked mit szánnak, mi jövőt isteneink. Tehát nagyjából hasonló gondolat jelenik meg itt is, mint a Taliarkuszhoz című versben, és nagyjából ugyanaz a tanulság is, tehát, hogy nem érdemes a jövőt kutatni, nem tudni, hogy meddig élünk, nem tudni, hogy, hogy milyen lesz a világ. Éppen ezért a jelennel érdemes foglalkozni, és ez az a vers, amiben az a nagyon híres Carpe Diem mondat szerepel, amit szó szerint úgy lehet lefordítani latinból, hogy, hogy ragad meg a napot. Magyarul általában úgy szokták fordítani, hogy éj a mának, vagy ha a trencsényi fel fél felféle fordítást nézitek a szöveggyűjteményben, ö, akkor tulajdonképpen az élvezd, míg teheted félmondat jelenik meg, tehát itt nincs igazán úgy egy az egyben lefordítva ez a kárpediem, de ez nem is annyira fontos, hanem az a lényeg, hogy itt is az az életbölcsesség jelenik meg, hogy tényleg azzal kell foglalkozni, amit a jelen ad, és a jelen örömeit kell Kielvezni. Csak az eddigieknél ez sokkal sűrítettebben fogalmazza meg, és ahogyan már korábbi videóban is elmondtam, az epikureizmus és a stoicizmus hatása jelenik meg egyébként mind a három Kármenben, amit most tárgyaltunk, de talán leg, legdirektebben itt a Leukonójának címűben, és Természetesen nagyon nagy utól élete van ennek a szövegnek, magának ennek a Carpe diem mondatnak, és nagyon sokszor ezt is félreértemezik. Tehát nyilván akik félre akarják értelmezni, azok, azok értemezik félre leginkább, de nagyon sokszor ezt felmentésnek vélik arra, hogy hogy, sokan, hogy mindig azt csinálják, ami jól esik. Tehát ez a, ez a ragad meg a napot felszólítás, ez, ez nem a hedonizmust jelenti, ez nem azt jelenti, hogy semmi máson ne foglalkozz csak azzal, hogy, hogy neked jó legyen, és vég nélkül-vég nélkül hajszod az újabb és újabb élvezeteket. Ez nem azt jelenti, hanem azt, amiről már korábban volt szó, és csak ismételni tudom magam ezzel kapcsolatban, hogy minden napban meg lehet találni azt, ami jó, az ember keresi, természetesen, de hogy, de hogy minden életben, minden napban a legegyszerűbb életben is lehet találni valamit, ami szép, ami jó, és az életnek az olyan egyszerű dolgai, mint a barátság, a szerelem, a család, urambocsá, a munka, vagy a tanulás, ezek mind-mind olyan dolgok, amiben megtalálható az öröm, hogyha az ember aktívan keresi. Nos, hát ennyi lett volna nagyon röviden ennek a három versnek a vázlatos elemzése. Ha még nem tetted volna, akkor kérlek, hogy iratkozz fel a csatornára, mert azzal is segítesz engem abban, hogy több ilyen videót tudjak csinálni, és hogyha közvetlenül szeretnéd anyagilag támogatni a csatornát, mert úgy érzed, hogy hasznos és profitáltál belőle, akkor ezt megteheted a patronon keresztül rendszeres támogatással, vagy akár egyszerű szuperköszönettel is a YouTube-on keresztül. Hamarosan jelentkezem, ismét! Sziasztok!